Na így. Sziasztok! Könyvajánló. Hát még soha ilyet nem próbáltam, nem műveltem, de hát lát, de egyszer ennek is eljön az ideje. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy miket ajánlhatnék, így hát megpróbáltam szűkíteni a kört, mégpedig a következőképpen. Kortárs szerzőket fogok ajánlani, erdélyi szerzőket fogok ajánlani, és nem utolsó sorban, hogy hazabeszéljek, marosvásárhelyi szerzőket fogok ajánlani. Próza kategóriában Vida Gábor egy dadogás története, nagyon erős olvasmány élményem volt a közelmúltban. Hasonló hatással volt rám Bódi Attila Lázadni veletek akartam című könyve. Továbbá ajánlom Szabó Róbert Csaba Alakváltók című könyvét. Szerző és cím, amit talán nem nagyon kell sokaknak bemutatni, az Dragomán György, a Fehér király. Ami ezeket a prózai műveket, ami ezeket a könyveket úgy témájában összefűzi, ami közös bennük, az a múltfeldolgozás. Hiszen mind a négy szerző nagyon érzékeny, nagyon személyes hangvételben beszél a közelmúltunkról, Románia elmúlt néhány évtizedéről, Erdély elmúlt néhány évtizedéről. Dráma kategóriában mi mást is ajánlhatnék, mint Székely Csaba Idegenek című dráma kötetét. Ebben megtalálhatóak a bányák, az idegenek, a homokszörny, a szeretik, a banánt elvtársak, stb. Vers. Demény Péter Lélek kabát című verses kötetét ajánlom. Továbbá Láng Orsolya Bordaköz című verses kötetét. Természetesen nem hiányozhat az ajánlataim, az ajánlatom közül Kovács András Ferenc Bohóc Öröklét című verses kötet, ami az utóbbi időben nagyon sokat volt a kezemben, hiszen több versét is megzenésítettük. Farkas Velman Éva Parancsolatok című verses fűzérét is ajánlom. Versek 10 parancsolat témára. Továbbá ajánlom Markó Béla Bocsáss meg Ginzberg című verses kötetét. Utoljára, de nem utolsó sorban Szabó T. Anna Ár című verses kötetét ajánlom. Szabó T. Anna több versét is megzenésítettük Cári Tibor barátommal is. Játsszuk a kortársak zenekarral. Maradj otthon, olvas verset, olvas prózát, olvas színdarabokat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok!